Jézusom. Mi az? Na jó van. Jó napot kívánok! Szép napokat. Jó napot. Csoki! Minden fasza. Nagyon helyes. Gyűjjön már ide mindenki. Amint gyűjjön, ne gyűjjön. Gyűjjön. Mindenki jöjjön az izé kocsmához. Motor is kell, mindenki hozza motort. Mindenki jön a kocsmához, futnak utána, mint egy hadsereg. Konkrétan. Na maradom, milyen búcsú lesz, majd megtudod. Jaj, el kell indítom a felvételt, szóval majd meg lehet tudni chat, hogy milyen búcsú lesz, egy pillanat. Oh shit. Van egy kis gondunk. Nem annyira van bent, akit el kéne búcsúztatni. Rifo? Igen? Gyere, van egy kis baj. Hol? Ja, nincs motorom. Hol vagy? Public. Izé, Sandy Public? Igen, igen. Mi van Sandy Publicban? Rifo ott van. Ja, jó volt. Hozzatok motort a szájunkba a kocsmá elé. Gyere egy kicsit. Gyere Rifo! Mond. Mondom, gyere! Jó van. Micsoda, mi van? Jöjjön Rifo velem. Itt állok tőletek balra. A publiknál? Vagy hol? Így van, igen. Itt állok balra és rádiózok a kerítés túloldalán. Ja, jó. Pillanat. Ó, mégsem. Semmi. Van egy kis baj. Mondj. Elterveszte ezt a búcsút, meg minden vágod. Az emberünk, akit búcsúztatni kéne, a sorba áll. Tudom. Ezt ilyenkor mi a terv? Mit szóval engem lelőnélek téged? Ki vagy rúgva? Ne, csak viccelek. Mi legyen, várjuk meg. Muszáj. Jaj. Milyen gyorsan megy le szerinted az a 17. izé repülősor? Hát itt a többiek azt mondták, hogy bevállalják, hogy átadják a helyüket, ha hív valaki. Ilyen rendesek, igen. Hát azért legyenek itt a búcsún. Halló. Visszahívom. Én is, vissza. Legyenek itt a búcsún azért. Főleg, aki még nem tud róla. Ja, hogy teszem. Beengedik, aztán meg belőznek másokat az őszéjükkel. Úristen, 3000 IQ-juk van, kik ezek, igen, az okosak? Ugyanezt terveztem. Ja, igen? Igen, igen. Lehet nekem is ez kéne? Hát... igazából lehet. Megoldjuk, srácok, hogy bejusson a szerverre az öreg. Megoldjuk, hogy bejusson a szerverre. Addig tudjátok, mi kell nekünk? Hú, de rég hallgattunk ki az eréket! De jókat motoroztunk ebbe Lostba! Nekedes a Jovik. Mit feszülsz, mi? Semmi. Ilyen búcsú, mindent megtudtak, chat, mindent megtudtak. Szerintem szerződését kötni, van legyen érzésem, nem? Hát csak jöttek enni? Ugyanis kedvem a szerződéseket, chatet, én nem. Mondtam Danónak. Segítek.
nekem itt a hátsó ajtót, kérem. Persze, de azon mindig. Aki készen áll és itt a motorja, az jöjjön fel a biliárdasztalhoz! Most lesz a jó, köszönöm szépen. Halló, hogy futnak egyszerűen egy sereg! Jó napot! Egy bizonyos grifó urat keresnénk. Itt van, ilyen fel. Kizárni be! Vod törölve lesz és fel lesz töltve a Vod csatornára. Mert gondolod, hogy én vagyok. Amúgy igen. Tudtam. Ideállok a főnök jobbjára. Csirák. Belállt az asztalba. Én így szoktam. Kus legyen itt jobb oldalt. Lehet, menjünk ki. Hát, ne legyen itt a bő baj. Csak is, szar a szigeten és lent beszéltek. Azért, ott én oda is figyelek, lát. Én oda is figyelek, hogy kus legyen. Ennyien vagy, ez nagyon nagy kász. De hogy jönnek ezek még. Halló! Na végre már. Halló! Mindjárt érkezem vissza, csak átöltözök. Azért látod, amit én látok? Nagyon boldog vagyok. Jó. Jó, hát az végül is mindjárt. Jó. Ezt adok a publik. Jó, akkor majd... Lámpoltás után! Yeah. 4 percig kell elfutni a publikba. Megjöttem. Az majd mindjárt izé... Oh, van! Jézusom! Meglátjátok, úgyis kitől búcsúzunk, chat. Nyugi. Chill out. Chill out, úgyis megtudjátok, kitől búcsúzunk. De ja. Mindjárt kiderül minden is. Ah, majdnem kiborítottam a health. Dal címe? Ez Noah Gundersentől a Family nevű song. Most a Lostos playlistet hallgatom amúgy. A The Lost per Fallen surit. Szóval, ja. Úgy olyan zenék vannak, de jó ég! Mekkora buzsika! Indítjuk is újra a fájvemet, tehát ezek szerint várunk még egy kicsit chat. Sajna ez a pár restart nem úgy jött ki, hogy szerettük volna, de nyilván a fájvem update jött, és ugye hát az mindig a legrosszabb körjön. Az mindig a legrosszabb körjön a fájvem update. De hiányzik a Lost. A Fallen ugyanaz, csak kevesebben vannak. Kireszik az egész szerű, így is a... Szám Bálint, csebátja! Védelmigó is menni fog. De arra egy másik izén van. Tudom, hogy mikor fog venni a Védelmigó. A Benvárok Vivenbe. A 36-ig várunk csak. Persze chat, dőljetek hátra, élvezzétek, mi meg játszunk, jó? Ennyi. Mindjárt esi. Pénteket várod? Rendkívül, csak nem tudom még hogy lesz, tehát... Easy mondta, hogy menjek koktélozni, csak én ugye azt hittem először, hogy a HTML is. Aztán kiderült, hogy HTML az holnap megy Miskolcra, ugye? Így kiderült, hogy én megyek egyedül innen tőlünk, ugye? És nem tudom, elvég jön Bundig, oda volt a skuli, Enchant Easy. Nem tudom, mennyien lesz, hogy még ezen kívül lesz-e valaki, de ez fix. Megint búcsú valamitől, nem, valakitől. Yep, ennyien leszünk? Jó. Tudok aludni, Enchant? Vagy 8-ig végzünk. Akkor jó. Mit nem értesz? Jó, hát...
Ezt nem értettem, hogy nem tudtam, ki lesz, ki nem lesz, ki lesz, ki nem lesz. Balzsi, köszi a 100-asért összesen, köszi szépen. Hát emberek, én egy dolgot fogok ígérni nektek, biztos vagyok benne, hogy amikor nem figyelnek, hát mindig belerakom majd egy kis extrát azért. Abba a turmixba elvileg, vagy koktélbe, vagy mi az istenbe. Bármiből. Asszos kuli, vegye egy ágyba? Hát amennyi szerint adottak nálam, külön ágyat követelek. Nem, nyilván nem, viccelek. Jaj, baszik, beleírtam egy nullá. Ja, én hívtam mindenkit, szóval... Balzsi, köszi az 50-est! Még nem tudunk felmenni. Megtalad a playlistet a Spotify-on, felkérde Spotify. Remélem feljut mindenki, srácok, mert nem tudom, szeretném, hogy itt a kis búcsú mindenki ott legyen. Főleg akik régiek. Ja, őket kifejezetten szeretném. Megadom úgy mindenkit. Inkább mindenkit, úgyhogy reméljük ide érnek. És még fel tudjuk jutni a szerverre, ugye? Az a legfontosabb. Milyen búcsú lesz, meg tudod? Hát remélem, Blaze, remélem. Kidobnak a frakcióval, sajnos, srácok. De mindig RP-zel? LOL. Persze. És még mindig jó, konkrétan, még mindig jó. Hát amúgy az a probléma, hogy konkrétan is fél játszani most. Amúgy volt egy idő, amikor leszoktam az RP-ről, ugye egy hónapja köbben. Úgy, hát egy másfél hónapja, amikor konkrétan több volt más, mint az RP. És az a baj, hogy minden szarrá lett függve, és ezért meguntam mindent. Köszi, long live no. Készült, igen, azt fel is olvastuk, és kötöttem a rendőrséggel egy dílt, hogy kitöröljék a tanúvállomás elébe, én tettem neki egy másik vállomást. Kategória, mert most mi van a kategória? GTA-n? Nem, just chatting. Engedj már fel a szerver, légy szíves. Billy nem fog visszajönni, srácok. No. Billy leugrott egy darul, megmordált a szarba. Szia, Luisa. Egy videó is van róla. A My Village Live-on nagy új dolgok jöttek. Hát hát még nem fog játszni vele, szóval. Ti meg jönöm egy nagy búcsú, vagy meglátod? Lostos Lizával mi van? Hát ő konkrétan a Lost után nem tartott velünk. Orosz dolog. Orosz dolgot ő alapvetően sem élte. Aztán ugye mi is rájöttünk, hogy mi sem éljük az orosz dolgot. Aztán meg külön váltak az útjaink. Ja, ennyi. Papuska, ugye? Papuska! Na nézzük! Feljutnak a többiek. Hányos idén leszek amúgy vajon? Hopp! 21. Volt már jobb is. De hogy leszek egyes? Nagyon rég voltam egyes idén. Hát nem szoktam tryhardolni az egyes idét, szóval... 5600 pont is megvan a száb, bam. Na, kinyom a kamot. Pörögjön csinált, pörögjön. TVG nem tudott jól lenni. Már sosem fog győzni. Tudod tovább? Nem. Itt a vége, add fel át! Itt a vége, add fel át! Jézusom. Volt egyszer egy fül, ez tényleg nagyon szörnyű volt. Ez még rosszabb volt, mint amilyen szakadt lenni az éneklés amúgy, hát sokkal rosszabb volt. Biztos, hogy no hold, tehát amúgy sincs sem kája, szóval még bennem is kell. Miért az a címe a streamnek, hogy búcsú? Mindjárt megtudod, csak nézd a streamet.
De ki kéne nyílni amúgy. Ja persze, hogyha neki futok a kegybe, kidől konkrétan. A futástól kidől, a motortól nem. Bírtsem, bírtsem, bírtsem. Lehet, ha bemegyünk, veszünk kaját, hogy nehogy... nehogy izé, ilyen halljak. Veszünk pár narancsleve, így né. Bam. Nem találtam meg a GTA Online-ba, ez a pulcsi. Bam, bam, bam! Toxic Mining, köszi a szabíted! Nagy farknak! Köszi szépen, köszi, köszi, köszi! Na. Hozzon mindenki motort, motort, na, mindenki hozza motort. Nem van motor, motor, bicycle. Motor, motor, mindenki vagyok. Motor. Mögém. Mit mondott Korke? Az a baj, tudjátok mi a baj a kalaókkal, hogy Szíriába letiltják, szóval ha van nézőm Szíriába, nem tudja meghallgatni. Milyen helyzet? Merre jártál tegnap szépen? Erre arra. Erre. Drága Isten, arra kérlek. Rifót keresik, ha minden igaz. Igen, igen. Nem tudom, jó. Mi fáradjanak, hogy milyenek? Hát a Rifó. Köszönjük. Aki a kocsú. A Tarifó. Csasz, Mikey, rég láttalak, mi a helyzet? Hát minden oké, kicsit veszem, hogy itt a hóba. Ugye remélem, izé koronás megfelelő. Remélem. Voltál tesztelve? Dehogy voltam, minek leteszteljél a gyorsan? Análisan nincsen teszt, nincs vírus fönn. Ja, jogos, hát akkor nem tesztelek le. Na akkor itt dumálunk? Vagy milyen? Mindenkinek, nem, de elmegy motorozni előtte, majd van egy hely, ahol dumálunk. De azt tudod, hogy nekünk nem megy a motorozás. Hát figyelj, most mennie kell. Jó, van, megbeszéltük. Lehet, hogy... rugdosózni fognak. Nem szoktam ilyet. Most ne legyen, most ne legyen. De soha nem csinálsz. Hát, ha megkérdeznek ideget, hogy mikor legyünk komolyan valamit, akkor most legyen az. Oké, főnök. Ez a legutóbb is jól bevált, amikor... Jaj, a múltkor is tök jól ment. Ja, főleg csak ide, hogy a kis unokám! Jaj, mekkora volt gyerek. Na jó, megjöttek. Meg vagyunk mindannyian? Azt hiszem, nagyjából... Van egy kevés motor. Van itt valaki, aki még nincs a kocsmánál, rádión? Igen. Ki? Aha. Ki? Feri. Én. Hát itt álltok, baszik, mi az, hogy aha? Melyik Feri? Hát ezért Rifó. Tudom. Hallod, Rifó, jöttek vele tárgyalni, de nem bírom, de elküldeni őket, ezt majd máskor. Taxisak, vágod. Hát ezt át tudsz érni, mert a telba. Akarod, hogy innen, mert megkapsz ezt. Na. Na jó, téged keresnek. Erre gondoltál? Jó, jó. Az a baj, nagyon sok pánkónak keresem. Nyugi, nem megyünk olyan sok időre el. Hopp, ott egy dollár. Mindjárt jövök, addig üljetek motorra mindannyian. Pillanat, chat. Egy, el kell rejtem egy kicsit a képet előretek. To be honest. Addal így is van, a köcsök suri addal. Köcsök suri! Undarító. Meg is vagyunk, chat, meg is vagyunk. Hogy a Mikey? Hát aztán kurva élet. Pont az én motorom itt középen? Igen. Az mi? Azt a mindenit! Igazi pörkűrös. Valaki még repül is, láttad? Azt!
csóró. Scotty! Te vagy az bátyja. Ott ez inventory? Hát mit mondtál, sőt, hogy az mit eddig? Na, a motorra fel! Hova megyünk szerelőtelepre már? Csak motorozgatunk? Kihoztam a garázsba. Persze, motorozzunk egyet. Hú, ez nagyon megy. Az a baj, úgy kéne motorozni, nem öljük meg egymást. Ez nehéz lesz. Egyes lenne, igen. Hát most tudjuk a hagyja. Az igen! Jó, 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 ez jobb, ez így, jobb, ez így. Nem ölő, hogy hagytam te bánat. Nem Bónap szájnak fel motorjaikra, tesz a... Muszáj volt! Na, kezdjük akkor! Egy ruhaboltra, 8-as banknál! Ez az! Jó, hát, jó, egy perc! Hát, tankolni! Jó, jó! Van még 54 másodperced! Jó! Jó, menjünk el tankolni ide a benzinkútra, gyertek! Aztán majd ilyen nagyon lassan kell majd menni, jó? Mert már egymásba mentetek, ahogy látom. Hang vagy belement. Ha! De nem lehet! Ez nem lehet, igaz? Fogcsem! Amúgy szerintem, szerintem minden nap, amikor akarok valamit csinálni, akkor mindig valami van. Igen. Addig jó. Lőjen fejbe valaki inkább, az a legegyszerűbb. Jó. Te kérted? Hajrá. Hát ezt nem hiszem el! Na akkor majd újra próbáljuk a újabb lámpaoltás után. Be kell ezt jól kicsit. Itt mondom OC. Szerintem most állt le a szerver. Ja. Hát chat, baszki. Tehát ez nem a mi napunk, ezt el kell mondjam nektek, ez nem a mi napunk. Nem baj. Legalább még jobban izgultak, hogy kitől lesz búcsú. Ez biztos, hogy olyan búcsú lesz, amire mindenki is emlékezni fog. A búcsú, ami kétszer is kifagyasztotta a szervert. Vagy hát újraindította gyakorlatilag. Jaj, jaj, jaj. Persze, lefelé, lecserélik a fájvemet. Már megvan, kitől lesz? Na, tippelgessetek nyugodtan chat, de úgysem mondom el. A lassan 21 óra 00? Miért? Ne arra, hogy 7 óra sincs, mi az, hogy lassan 9 óra? Ninja kacsa. Jó órát nézel, öreg. Jó órát nézel. Azt mondod, Rexy, Mikey-től búcsúzunk? Bray-től búcsúzunk? Lehet amúgy. Lehet, hogy felveszik a fallembe gyorsan az öreg Benny King-et, aztán kirúgjuk. Stevie G-től? Hát lehet cég, azon gyors. Köszi a követés mindenkinek, itt a csatornán srácok. Cső, 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 cső. Cső, 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 cső. Tényleg veri fotol? Rúli szüzességét, tehát az a baj, még NF-admin vagyok, addig papíron és mindenhogy adnak kell marjak, szóval hát sajnos addig nem, tehát nem vehetitek el cset, sehogy se. Szóval... Először ki kell basszatok az NF-admin pozíciómba, mert minden NF-admin szűz, ugye? Lehet tudni. Köszi Marci a 100-est! Köszi szépen! Csokitól fix. Remélem, nem rifótol, mert honnan lesz akkor a steak? Meglátjuk, chat, meglátjuk, jó? Jussak be a szeróra. Meg mindenki jusson be a szeróra, mert most ilyen 25 körül voltunk mind a kettő alkalommal. És remélem harmadjára is leszünk annyian. Mondjuk én szerintem nem töltök be amúgy ennyi idő után, nem? Ja, connection interrupt, hát ez... Kurva jó. Pap,
Arapapapá. Bocsát, itt vagyok, nare. Igen. Nem tudom, mi ez van kedvem. Most milyen zené ez van kedvem? Ez ilyen bugizó set. Remélem mindenki táncolhat azt a tetején. Mert én igen. Nem, hogy nem. Nem bírálod azt a 3000 kilóig set. Tízszerszorra esi miért? Hát hamarabb volt a resi. Hát ízi lassan én is azt fogom, hogy még egyszer áll a szerver. Nem, az nem resi volt, csak random kifagytam! Na, azt nagyon remélem, hogy nem. Tényleg nem volt resi, bassz meg. Jó, Doni cég, ennyi. Ez vége. Vége mindennek, chat. Hát akkor nem, akkor várunk, akkor várunk. Jaj! Is akkor látszfej belőle, hát így is van. Nem volt még resi. Oh, shit! Nem ilyen baszki meg leszünk, mert ha nem, szomorú leszek. De amúgy ez már tipikus. Bármikor akarunk valamit csinálni, vagy van valami ilyen nagy dolog, tehát ilyen iszonyat nagy dolog, ugye? Mindig akkor van baj. Mindig, de tényleg mindig akkor vannak ilyen dolgok. Minek nem tölti fel YouTube-ra a görög? Micsoda? Minek nem tölti fel a YouTube-ra a görög? Ez mit jelent? Jó, hogy szól a líder? Hát át lett véve ennyi. Kopasz sure is back. Azt mondja, hát a kopasz kéne legyek újra. Nem, az nem áll jól. A spanyolokról volt szó, ugye? És hogy jutottunk a görögökhöz, és a YouTube-hoz, és a videó VOD feltöltéshez? Tessék? Suri hajától búcsúzunk? Ajaj. Valaki küldött egy videót. Amikor a szerver nem működik és tölti ki a bort. Mi van, most várunk a szerver újraindításra. Vágjam le, kopasz, nem akarok kopasszálni, srácok. Ma voltam borbénál. Most tök jó minden. Modder van a szerón. Igen. Tényleg van? Nem tudok róla, vagy nem tudom. Kopasz leszek? Miért legyek kopasz? Ez miért van nektek, hogy én kopasz vagyok, chat? Adott az embereknek heavy fegyót, meg ilyenek? VTF. Azonban én nem... Karácsonyi díszegítő sem leszek karácsonykor. Megyek Angliába, vagy srácok majd. 23-ától 27-ig, szóval, ja. Megint úgy nézek itt, aki lenni sminkát? Mindig úgy nézek ki, nem? Egészen púderezem magam. Stream előtt is fél óráig púdereztem az arcom, de tudjátok, ilyen, amikkel így festenek, tudjátok, ilyen izével, ilyen festővel. Azzal így nyomatta a fejem. Miért nagy kopézzenem, mert ez kopi stream. Most lesz törölve, mindenki lesz törölve, mihez kapcsolódik, és fel lesz töltve izére. Búcsúzunk a búcsótól? Persze. Hengerrel, azaz, hengerrel. Persze.
Ki tudsz menni, haverom, nem jött haza Angliából? Miért ne jöttél haza Angliából? Tehát ki tudsz menni és vissza is tudsz jönni probléma nélkül. Szóval... De az fefecső. Hát jó, majd lehet elmegyek, aztán veszek valami ízéket. Úgyis pénteken West End felé leszek. Majd veszek ilyen karácsonyi díszeket. Múltkor is amúgy bementünk a szülinapi cuccokat megvenni, ez olyan bunkó volt az eladó. Üff. Oda nem megyek be többet. 14 nap kötelező karatén van Angliában, de Angliában viszont felolvasom nektek chat. Tehát Angliában meg van adva, hogy ilyen mondom, mert tesó elküldte a képet, pillanat, meg kell nézzem, hogy ne fasságot olvassak. Szóval, tehát Angliából kiléphetsz, if you are traveling directly in order to leave England. Szóval, hogyha azért utazol karantén alatt, hogy elhagyd Anglia területét, akkor leszarják a karantén, és mehetsz. Gyakorlatilag. Mehet, easy, mehet. De gyakorlatilag elhagyhatod az országot, hogyha el akarsz menni. Nem tartanak ott a karantén alatt, szóval, ja, mennyi, ennyit kell tudni. Most már volt resi amúgy? Mondjátok, hogy igen. Tuti nem volt még. A fasz ki van, hogy nem volt! Menni fog Kaleo, még menni fog. Mit akar a cím? Hát majd megtudjátok, csak a szerver nem, nem akarja egy élőre úgy, hogy megtudjátok. Szóval egy órája próbálunk elkezdeni valamit, és ja. Jó muzsikát csapassál, mert milyen jó muzsik, ezek teljesen jó muzsikák. Hú, egy American Ambassadors, ez mehet. Oxygen, bocsánat, ex-ambassadors-tól. 700 száv, nem festve vörös rajtot, az messze van, úgyhogy jó. Nem, á, nem mondok ilyet, biztos nem lesz befestve a hajam. Fixen nem. American Oxygen, igen. Gyerünk fortizni. Nem. Én nem akarok fortizni, chat. Várom pedig beszélgetni, hány szám van most? Tok! De 700 messze van. Mekkorát menne a vörös haj? De senki nem akarja. Geri Mester képeket küldözget a csoportba. Persze, Geri Mester megint a pénzügyet akarja. 80 ezer forint adomány a Geri Mester Foundationnek. Hát ezt nem hiszem el. Geri Mester már megint a pénzügyet, le akar húzni minket. Már megint. Ilyeneket küldözgetünk egész nap, tudjátok, ilyen scam linkeket. Nem hiszem el amúgy, undarító. Undarító. Na, talán most már jó a szeró? Most már van? Vagy most már volt resi? Ó, volt resi! Nagyon jó. Utalt a Geri, vagyis jó fejarc. Vagy mennyit kell utalnom, Geri? 20-20-at, nem? Bocsisak, srácok, az a baj, Geri Mester, ha nem utalom el, ide jön és megver streambe. Aztán ellopja a monitorjaim, úgyhogy muszáj utalnom neki, az a baj. 100, ha kurva élet, Geri! Mi az, hogy miért növekedik az ár, Geri? Hogy van ez? Nyugi, srácok, ha töltünk be az izébe, a... Milyen faszba? Szeróra. Majd megbeszéljük. Jó. Jó, srácok, figyeljetek, a Geri Mester esetleg egyszer nem kapta meg a pénzét, és két napig nincs stream, akkor az azért, mert elkapott. Persze, sifu. Dári Vuna. Mi a helyzet? Most meg úgy kezdem, hogy belépek a szerver, és megkérdezem OC-cseten, hogy lesz még resi? Itt a búcsúzom, hát mindjárt kiderült, csak hát... Ja, még a szerverre fel kell bújni. Jutti. Felbújni a szerverre, nagyot menne. Elvég nem jó az átadó script. Ja, hogy azzal van izé. Jó, nem vágtam mi a baj, csak ja. Farina lesz, mondták. Bejutunk a szeróra mindjárt. Hát így lehet, hogy nem 9-kor lesz a bong, meg konkrétan nem lesz idő egy csomó dologra, amit akarok csinálni. És ez nagyon nem jó.
négyes ítéletem, csak mondom. Nem, nem mutatom meg, amíg nézem az admin chatet. Ő mindenki, és most megint mehetek mód a helyre. Jó, várjátok, elvileg marad a Zero. Olyan jó streamer vagy, szív. Kösz chat! Nagyon kedvesek vagytok. Most mi ez a spam? Jó van, írjatok le. Túl kedvesek vagytok, nem szabad ilyen kedvesnek lenni velem. VTS, ez hogy indult el? Mégis. Atyaisten, hazudnak? Hát tudom jól, ezért fura, hogy írják. Várjátok. Bocsi, csak most te... Bejutott az emberünk, akit meg be kell jutnia? Várjátok. Na, OC, reports, lámpa le, de sötét lett, látjátok? Így kéne streamelni mindig. Churi from the dark. Ura? Persze megint a bot, akit iragatjuk, hogy jó streamer vagyok. Oh shit. Köszi Toxic My Name, kösz bátya, meg köszi mindenkinek a követést is. Üdv a csatornán mindenkinek, srácok. Ha minden igaz, nem lesz több resi. Megjavult Daniel, megcsinálta. Meg Eljóék megcsinálták. A lényeg sikerült megcsinálni, szóval hogy a minden jó. Nem lesz több resi. Ha minden jó. Ha minden rossz, akkor lesz. Kiderül. Most pedig végre tudjuk. Ne dolgokat. Most elvileg nem lesz több izé. Nem lesz több probléma. Meg lettek oldva. Halló? Ki? Halló. Szia főnök, mondtál okay. Valami? Ja, az, hogy elvileg nem lesz te probléma. Halló? Kire? Okay. Halló? Főnök, hallasz? Halló? Jó van, Csoki, halló. Nem vicces, halló. Rájöttem. Láttunk egy halót. Halló? Csoki? Gott hallok embert, nem látok. Doni? Na! Csoki? Mi van? Doni? Kell a fájás. James! Jól vagy, főnök? Mi? Hát én nem. Túlélt a rugást. Hallotok? Ja! Nem. Halló? Nem. És mindenki halló. Mindenkit? Halló? Nem hiszem. Ne üss! Véget nem. Jajajaj. Halló? Halló? Mindenki halló. Visszaért? Nem. Igen. Ki nem? Normális már, ezt adjatok már, baszki! Igen! Oh. Ne dobjatok már a kurvomtól. Ne dobáljatok már a buzit, háj, bicsi donk. Na, akkor motorra, ezt menjünk tankolni. Valaki adjon már kaját. Felői! Te van Martin! Na történt egy olyan helyzet, hogy ugye lámpaoltás volt kétszer egymás után, tudod? Igen? És itt vagyok az autópálya kellős közepén, értem tudsz jönni? Hát arra írhatsz, hogy imád szerintem. Az a baj, most éppen nagyon benne vagyunk valamiben, már negyedjére is. Ja, értem. Át kell érni a játékot, nem? Sa. Nem vagy írj egy imád rá, vagy hívj taxit igazából. Kifizetjük a taxit szerintem. Na azért köszi. Halló. Ciao. Meg vagy rálőni a benzinkútra. Tényleg? Adok egy ezres. Megdobom, hol vagyok, mert akkor berobban. Kocsiriszká. Benne van. Kocsirifó, gyertek előre, mi vezetjük majd a... What? Ki dobta meg? Melyik volt? Ki dobta be? Na ki volt? Tudtam, hogy ez lesz. Milyen, mert robbanni fog a többi motor is. Melyik volt ez a fogyatékos? Melyik dobta meg? Na, ki volt ez a kretél? Ki volt?
Vállalja magára, bazd meg! Én csak céloztam, de nem dobtam meg. Na jó van, melyik volt az Waldbe? Mik már repül egy oszlop? Hát ez kurva jó. Ez zseniális. Hát, melyik csak volt? Kérdezem, hogy valaki megmeri a dobni, és ezt megmerték. De miért kérdezel ilyet? Most... Kretinem csak... emberek vannak náluk. Ekkora volt ez, nagyot szólt. Jó. Visszanézem, logban esküszöm. Kíváncsi vagyok. Hát... Köpregetni. Körülbelül a rádió hangit bebugolt. Geci, minden szar, nem hiszem el. Várjátok egy kicsit, én akkor is visszanézem a logból. Mert nem tudtam meg senki, akkor meg random robban. Ez meg nem jó. Ógolya az shootingnek számíthat? És megnézem chat, akkor is meg. Igen. Bocsi, csak a logot nézem, nagyon kíváncsi vagyok, hogy kidobja be. Kibaszott kutat. Aha, ez kb. 2 perce lehetett, ugye chat? Vagy 2 perc, senki nem dobott nálunk sem. És legalábbis csak nem jelzi annak. Hát akkor ők nem jönnek. Na. Jó. Nem kell mondanom, még valaki valami fasságot csinál, 3 hétig rózsaszín szedbe kell járkálnia, egy kibaszott kakassal a fején, egy szutykos mellénybe, kobolt cipőbe. Nagyon szívesen. Oké, mondd a számokat polcra. És... nulla bevétel ez 3 hétig. Ellesztít a mindentől. Ez az. Nem jó. Ez ilyen szabadságnak hangzik amúgy. Hát amúgy olyas végén. Kis csillezős. De jó, menjünk akkor így. Ja, legalább nem kell menni sehova, nem kell dolgozni ilyenek. Az esetbe kell. Rifó, te meg vagy még? Ó. Oh. Na várja, valamit nem jó. Megnézem, kit vesztettük. Szerintem azokat már nem tudod lelolvasni. Nem ennyi annyira közel. De ezt te is robbansz mindjárt. Viszlát. Hát ez jó. Ebből azért riválvalom magam, mert azért elmegyek egy felrobbanó benzinkút mellett. Az a veszélyt. Elmegyek egy felrobbanó benzinkút mellett, ez kurva szar. Tehát... Még ezért felszedem a rövőről. Túléltem! Eskü! Ha, igen. Na jó. Csaló. Hát ember, bazd meg, elfutok egy benzinkút mellett, hogy felrobbant 6-szor, nehogy már nem robbanjon még egyszer. Meg végre az ugye. De én mondtam, hogy felrobbansz, ez akkor kapok valami pénzt is érte most már te. Rózsaszín mellény. Nem. Megvárjuk, hogy felkeljenek a földről, aztán elindulunk. Ez egy kritikus. A chat basszulja, hát szívjon le. Bárki basszulja. Haló. Jó hír, legalább véledbe vagy. Hát igen. Hát a klub fele nem. Csodálatos módon élek. Tudod, hogy ma búcsúztatunk valakit? Igen. Két. Igen. Hát gyere, motorozunk együtt, ezt majd elmondom. Jó, megyünk. A többiekre várunk, mert hát még egyre
az égés és érüléseket kell kiheverniük, mert hát valaki megdobta egy hógolyóval a benzinkutat és 10 embere robbantak, ugye? Igen. Vagy a tékosok. Akutya fáj. Nem is ára sokat tőlük, mert hát ezt azért nem vártam. Megkérdez a bócécsepen. Egy hógolyó miatt? Felrobbanhat egy benzinkút? Jó, túlélték. Jó, jó, Danó megmentette őket. Istenem, te jó ég. Szerintem is fel kellett volna szedni őket, mert... Ne mondjátok, srácok, nekem, hogy az legit, hogy egy hógő... Most gondoljatok bele, IRL, hozzádobtak egy hógőt egy benzinkúthoz, és felrobban az egész. Mennyire lenne legit? Várok mindenkit az autópályán itt. Melyik? Küldjél már kordit, Jugi! Mi a faszom van már itt? Afganisztánban vagyunk! Hát itt jönnek a vadászgépek. Irak. Lemegyek, kipróbálom? De hova kell menni? Itt küldtem kordit, de valaki elment mellettem. Nem autópálya. Hogy fődök, gyere! Tényleg nem autópálya. Ja, bocs, autóút. Autóbán. Kap cirifó, majd gyertek ide mellém. Túlmentetek rajtunk, srácok? Három kerekűsök. Vagy ezen meg vagyunk? Most már nem tudjuk, most sose. Hát de velünk, hogy nézzük. Tudjátok mi az, amit már még nem hallgattunk? Ez volt a leghallgatottabb zeném 2020-ban. Konkrétan, szinte ez innen van. Tudod, mi kéne főni? Szágorozó szerelő? Egy mézbankos inkább. Így igaz, így igaz. Meg vagyunk mindenki? Még nem. Vigyázz ott, hogy mézbankos. Óvatosan, hogy légy és ne dobáljon. Jó, most elmondom először is utoljára. Aki ezen a kibaszott úton dobál, rúgdass, stb. Ezt instant fejbe fogom lőni, és ki van baszva. Sajnálom, nem hallottam. Kicsit szaggatott a hang. Szóval, aki ezen az úton dobál, lerúg, stb. Ki lesz baszva. És hol vagytam? Kordin. Utolsó, Kordi. Lehet, hogy még nem tudjátok miért, de fontos nap a mai. Ezért mondom, türelmes lesz, hogy megtudjátok. Olyan türelmesek vagyunk, hogy nem tudom. Akkor jó. A motor elfüstöl, olyan türelmesek vagyunk. Hát te lehet. Dobáljátok a benzinkutat hógolyóval. Nem is értem. Mehetünk, Rifó! Igen, igen. Gyere előre! Hello. Szevasz, Ipszú! Megjött a torta elvásárló. Akkor jó. Na, van bot. De nincs valakinél véletlen egy kanna. Nincs. Nála van, tesó, hol vagy? Itt egy benzinkút a közelbe. Nem javasol, nem. Nem itt vele, hát kézzel is búcsúzunk valakitől. Menj oda, Napvalakra szomorú vagyok itt. Gyere, hát nem ugye. Is ad rendes búcsúd is. Már jó, az úgyis. Kis Batman.
Mondom, Billy-tel? Persze, mert Billy-tel elbúcsúzok, így van. Abszolút. Mi az MC? Nem vettem ki a klip készítést, de minden le lesz törölve MC. De kiveltem még gyorsan amúgy. Vagyis van időnk már. Fasdudátok, he! Gyere, menjünk már! Kiveltem igazából, most azon nem múlik. Veszem amúgy gyors, ez csá. Már nem emlékszek, hogy kell, de valahol itt. Hogy kell? Menjünk már, bazzik, majd dudálnak. Már készen állunk már, csoki? Megyünk, megyünk. Akkor még várjunk. Az előbb majd voltatok. Letörlöm majd az összeset, persze, MC, úgyhogy nem kell miatt aggódni. Nem lesz baj. Gyűjjük el, szóljunk egy pára. Összegyűjtünk. Így van. Mondjuk elég nehezen. Ez majdnem másfél óra alatt, de... Persze, valószínűleg szerintem a városba is kell annyi idő lesz beérni. Lehetséges. Főleg, hogy már most füstölnek a motorok. Hát, városba csak menjünk egy cruzolni, de aztán majd máshova megyünk. Hát ja, vezetem jó. Az utat. Jó. Na, akkor megvagyunk, ugye? Most itt az utolsó emberek érnek be. Nem. Jó. Hol a rifó amúgy? Öltözik. Számolok egyet. Valahol, 6, csak hát tudja, hogy hol. 12, 15, 18. Mi? Hát... Bemész? Igen. Oh, shit. Mi elmondom? Bemész, ott van az izénél, főmész a lépcsőn, azt ott van. Az az épület, ami közelebb van a kocsmához is. Megvan valami. Igen, ott van a felsőleten. Egy ilyen kis gartró. Ágaleg, nem hiszem, hogy Rifo egész nap rád kell várni. Köszi. Jó, itt én nem járok erre, ugye? Ez az kovados köcsög. Gyere már Rifo, hát nem hiszem el. Komolyan mondom! Ne. Nem, már jövök oda. Teljesen főháborítasz. Azaz. Menni fogunk egy kört SS felé, ott szerelünk egyet, cruiszolunk egyet még a városba, aztán visszajövünk és majd elmegyünk még egy Grape Seed felé is. Ott fog megállni. Hol van? Mert nem mondom, nyugi, csak kövessetek! Autópályán ilyen 100-as tempóval mehetünk, városban ne! Állj majd egy benzink úton, mert 17 liter nem van. Jó, megállom majd az autópályán, van egy. Benzink, de szeretjük. Na, vagy meg tudni, hova jó van. De mehet egy ilyen 60, hát olyan 70 is akár. Gyász, postás, jól lehúzódik, ez normális. Úgy normálisan menjünk, tehát ilyen kettes párokban lehet, hogy szokás. De ne dobáljál senkit, hogy jó van. Elmondta mi van akkor, ha valaki dobál, vagy rugdos. Instant fejbelőme és ki van baszva. Csoki. Mi van? Nem csináltam semmit. Valaki más itt rugdosat az előbb. Ki elforralhatjuk az egész utat amúgy igazából. Úgy kéne, hogy egy balra, egy az út bal oldalán, a másik oldalán, meg még egy, és akkor így járunk párokba. Megyek hátul, menjetek csak előre, nézzek akarom hátulra milyen. Az aztán a kettes sor jó volt. Nem százas autópályán? Száz. Majdnem, szó szerint majdnem mindenki fenn van a frakiba. Két, három ember nincs, három ember. Mit tankolunk?
De tankolunk. Ja, de csak az menjen oda, aki 40 liter alatt van, jó? Nem mindenki. Nekem 42, ide adok főnök. Nem, nekem is 42, az elég lesz csak itt városi. De ha járattatom, akkor nem egy 40 alatt. Hát akkor ne járattasd. Ez veszélyes volt, szép a csinál. Ja, amúgy még Tarsi nem, de egy plusz 2, gyakorlatilag csak izé nincs fönn, akkor már Huni. Csak Huni nincs fönt, akkor ami azt jelenti, hát ő meg alapból sincs, meg ki nincs fönt. Még van egy. Nagy ember megy a frakival, azt mondjátok? Persze, Tarsi is szokott jönni. Hiányzik a védelem, még jó? Mi volt ez a hang? Valami hangos sikítás volt. Jaj, megjettem! Bocsánat. Kösz, Loop. Nagy harc vagy. Nem értem, mi játszom a főnök, visszaidek beteg. Ugye főn? Sajnálom, hogy nem értem. Mi van? Megy. 49 és fél liter. Pedig nem 42 olyan volt? Ez a feljebb ment. Ez visszatermeli. Ja, igen, ez elektromos? Hát egy hibrid. Amúgy most teszem, van nálam kancsó. Elütöttem vele. Tök itt előhúztam. Huni miért nincs? Huni vizsgai időszakban van, aztán amikor nincs az R-ben egyáltalán. Nincs már csúrlog így befele. Vajon azt a kannád meg többi kogolyba? Az is felrobb? Takarodj! Dombe! Szemed leveszed a kannámból. Te füstölsz is? Eljutunk esesig azzal szerinted? Nem hiszem. Nem túl bíztató. Jó ez a kulcs. Beszegél lány. Nekem próbálom. Nagy menjen! Várjam a fő. Még valaki tankol. Kancsúrzik a soki. Százas, mehet akkor. Annyi lesz 200? Majd egy határ. Nektől mondtam is, hogy annyi. Nem baj. Már a lefüstölte. Ja, előfordult. És ezt nézzétek, hogy csak. Nevet váltotta, nem. De az lényegtelen. Köszi szépen, Tudászun, a harmadik hónapod! Itt már az ott szaladgál az úton. Kellett volna vége egy rumpó, lehet. Szépek vagyunk. Viszont. De nyílt sör. Mint egy diszkóval. Egy kis sör. Tényleg elég szépek vagyunk. Egy véres volt. Kis elményképek. Nehogy! Marit, te miről beszélsz? Nehogy van vége a frakire. Vagy lesz itt a légy. Gyert át köbbe. Akkor magad az is. Persze, Fari, ne spoilerezz már! Legyen veszélyes autó mögöttünk amúgy. Határlasítás! Ja, még nem nyilvános. Ja, ne. De most már igen. Stefán! Köszi a tír 1-es 9-et végre meg a kis Suri, hogy akarod elnevezni. Kis Juri mosolygó arc. Esesig még el kéne jutni a füstölő mocikkal. Egyenesen tovább. Fékezgetsz itt, nem az, hogy nem álltál meg volna. Kitől búcsúzunk? Ja, majd megtudod. Végre valaki eszi, hogy kitől és nem mitől. De ugye a pihétől. De a pihe sajna fraki céket kap. Elnézünk még az SS-ben, még jól kihasználjuk a szerződésüket. Jól. Miért azt jó a szerződés, vagy mi? Nem. De hát meg kell újítani, most meg lejárni 8-án. Mint ez holnapban. Hát igen, ez holnapban. Jobbos lesz. Sikerült mindenkinek bevenni a kanyar? Ahogy látom, nem annyira. Te? Igen? Sikerült minden. Még Alexnek is? Ta minden. Alex a stabil.
Ilyen? Várjál, gyertek, nyáj, nyáj! Hagyjátok, ott a rendőr, mit csináltok? Bolondok vagytok? Őt le... Ott a rendőr, körbeállját a Mustangost, agyatok? Nekünk jött, lefékezett út közepén. Azt. Esetben várunk mindenkit. Te normális mája már. Na jó, most fizesd ki a szerelésemet. Fizesd ki a szerelésemet. Fizesd ki. Ezret lesz. Ingyen, ingyen szerelünk, bazzik, mit fizetsz ki? Azért mondom. Nekem jön. Jó van, kifizetem, figyelj. Hopp, hello, hello. Hello. Látok a cég egy órafutás is kell beállni. Néha van a cég gondok. Ideáig ment a benyag. Majd kérek egy kis benzin. Ja, nincs benzin egyáltalán? Pont ideáig, aha. Lábamban meg nincs elég. Az igen! Hallod Csaki, betankol, mi a baj? Ennél több én nem bírok mozogni. Michael Jackson. Nyomom Michael Jackson. Jackson. Moonwalkozok egyfolytában. Befrize itt Csaki. Szerintem meg... Most próbálj meg, Mikkel. Nagyon köszönöm szépen. Nézd meg, tankol le, megkapcsolják a motorját, mert 0 liter van benne. Hát megvan mindennek az ára. Én fizetek. Szedd már össze magad. Hol vagy? Akinek megvan a motorja, az álljunk, de jobbra majd. Melyik a te motorod? Ez a ki? Rálucsolja? Nem hozottam. Nézem tovább. Nem várjuk tőle többet. Nyilván viccelek. Na melyik nem volt szerelve? Fék. Jó, több illet is. Az a Mikulásokkal. Lehet vinni. Na jó van. Magyar is rászok. Ez még jó. Én is hoztam a sapkámat. Szép jó napot. Szép jó napot. Mindenre kéne? Persze, hogy mindenre. Jól van. Nem. Akkor elkezdem onnan. Hallod Riffa, ez nem az én motorod? Nem. Melyik az enyém? Ja, az ott egy aladék. Oké, semmi hibát. De honnan szereztél ilyen lámpásat amúgy? Én is ilyet akarok. Jól van. Mindegyikről a tabletet? Texas. Igen. Ilyet van. Full extra. Ja Istenem! Bele kell kérni. Kifogyasztottad. Ez a tiéd, Bennett? Igen. Melyik az egyéb? Hát mondom, föntebb van, nem? Ez az úrja esetleg. Nem, sem megint a belső kábel. Hol? Hát amelyik nem tudod nyitni. Nem ezzel jöttem. Jó. Én egy izével jöttem. Harley-val. De nem ilyen Harley-val, hanem a másik Harley-val, nem? Hát ilyen... Erre szálltál le előttem. Biztos, hogy ezzel jöttem tényleg. Aha, ilyen... Mi van? Ja tényleg, mert a másik felrobbant, igen, emlékszem most már. Átítok a szót, ablatt, amit indítom a jobbakát. Ja. Valami kreténben berobbantott a benzinkútra. Nem is értem. Nem is értem, ki lehetettem, hogy tényleg. Hát a hóvulóban. Jó, ez is kész van. Na, hogy tényleg? Alex szemügyek. Akkor betölt. Kaj, még mindig jó, úgy nézek, mint egy francia divadiktátor. Jó, ez lámpa jó. Jó lesz a triciklóra? Itt is vagyunk, ott is vagyunk. Számoljunk majd létszámot amúgy majd. Meg lett a motorod? 25. Meg. 25? Azt a kurva élet, az jó sok. Tippáltam, hogy ja, jó, akkor mindjárt megszámolom. Álljatok be mocikkal egymás elé, hogy egyszerűbb számolni, rossz vagyok matekból. A legmagasabb tippet. Ezután még elmenjünk az izére. Én egyet tankolni, nem én közösen. Közös tankolás? Még a PDL-re csak el kéne menni, nem? Úgy az uram, hogy készen vagyunk. Köszönjük. Igazán. Ki az a bobber, ami ott lett hagyva? Ja jó, Ricardo rajta ül. Támolok akkor. Halad felé, mondj már valami vicceset. 2, 3, 4, ezen ki ül? Kapci. Kapci? És hol van kapci? Nem, tovább elfutott. Ja, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hallod? Hamesz, jól tippeltél, 25, vágod? Ennyi. Tomász is beszámoltad mögötted? Igen, a motorokat számoltam, plusz ugye tudtam, hogy egyiken ketten ülnek, mert Miri nem tud vezetni, ugye, képtelenségre. Itt igaz. Ne dobálj már, Jesse bosszom a tárnyakat. Igaz. Úgy, Csoki, láttam. Elvágom a nyakat. Elvágom a nyakat. Tényleg fogja vágni a nyakat. Merre lehet próbálkozni? Nem, most tekergőre fogom elvágni a nyakát. Ja, amúgy 26 magad, nem számoltam bele, várjatok. Nem vagyok okos. Ja, de beleszámoltam. Akkor mégis 25. Csak mit szavartok össze? Beleszámoltam magam. Viszont valaki azt igen, motorokat szálltam, pont ezért beleszámoltam magam. Indultunk! Na, persze. Most kell egy ilyen nagyon menő kimenetet. Aki a bal legbal oldalán van, az indítja a sort, és aki a legeslegjobb oldalán ő megy utoljára. Szóval úgy megyünk sorba, jó? Menni fog? Nem. Ja, azért próbáljuk meg. Melyik a bal? Megyünk. Melyik bal? Hát a bal! De kinek rosszul? Az SS mélyében van. Alex, jó. Igen. Utána kövi mehet. Úristen, de jó. De hát ennyi volt. Ennyi volt. Motort indítsd. Csak kipörgött a kellé, kipörgött. Azért nem van. PD-re? És a motor. Jaja, hogy PD. Ne. Aztán majd tankolunk ott a nagy kúton a PD mellettén. Hú, az szeret robbanni, hogyha megdobják. Nem robban meg senki. Szerencse. Polc van. Tartsunk így 60-as tempó szállt. Nagyon nagy harcika, mekkora balomságok letolna itt nevető arc. Csak ki, ez 60! Te geci, hát! Zárkózok, azt akkor tartok 60-at. Na jó van. Egy motoron, kettőn, de ezt is beleszámoltam, chat. Beddőr bácsi, vigyázz! Emily rúgdos. Nem fog meg 25-ünket igazoltatni. Vagy néni, nem tudom. Kirogdás, ez fejbe lövöm. Jó. Amúgy is jött ott. Nem maradunk ketten, a rendőr bevágott közénk. Hát remény, nagyon lő. Nem nagyon akart igazoltatni. Szabályosan ott állunk, abban nem szabad amúgy, mert hova? Hogy ne, nem muszél leállni amúgy. Elütött valakitok? Vagy álljunk le? Hogyne. Persze, leköpjük őket, hova megyek halok. Begyújt ezt a két kocsit. De elsőtől kezdődök állni. Akinek anna van, akkor tankolja meg ezt a kocsokat. Nem gyújt be senki semmit. Csak ide jöttünk. Akciós a sztik, csak mondtak 50%-kal olcsóban. Ezt el tudom mondani. Nehogy csak egyik tagunk búcsúzik, aztán meg megnézi utájára itt a környéket. Rendben, rendben. Meg a rendőr. Nem zárunk sokáig. Jó, csak nyugodtan akkor. Ne ugarjanak már fel a rendőrautókra. Hát az a bár nem ment rá. BMX, vagy mi ez? BMX? Aha. És ki búcsúzik? Ki búcsúzik, pont ezt akarom én is kérdezni. Hát, titok egyelőre. Jó, bizony, ez majd kiderül. Ő is rendőr volt. Nagyon magas beosztott. Ennyit elmondom. És sokan is mi. Doninak hívják. Nem. Vigyáltam. Jó viccat, jó viccat. Ja, hogy még nem tudod? Jó van. Ja, jó vagy. Viszünk a vesztőhelyre. Na, akkor... Lehet lépünk és benéztünk ide még utoljára. Ja, jó volt veletek találkozni. Igen. Bárki kis vagytok. Lejött egy hölgy az égben. Hát, egy tagunk utoljára. Mi nem? Mi meg jövünk ide. Hát, mindjárt más. Sajnos. Van felvétel? Dehogy sajnos. Menjünk. Viszont látásra. Viszlát. Mindent bezársz?
Persze. De odafigyelsz. A saját társaim meglopták, hogy ne tudom. Lehet, van vele valami. Pont ez a C-típus itt mellettem, ugye. Mehetünk ki. Indulunk meg innen tikusan főn. Dobjál a fejbe. Mit veszed fel azt a remesi? Mehetünk, ugye? Benzinkútra. Én most figyeljetek, ugyanúgy indulunk, mint az előbb. Jó, jobbról. A rendőrautó mellett van, az indul először. Várjál, itt egy üres motor. Itt egy üres motor. Ricardo. Ricardo! Ah, nem alfűte. Akkor itt marad, mehetünk? Never die! Nem várj be! Jó van? Na, nagyon jó! Mondom, megoldottam! Mondom, csak megoldottam. Valaki bemúrta a motorom. Rendőr urak! Rendőri túlkapás. Na jó van. Mehet a benzinkút, akkor jobbról kezdünk, srácok! Igen. Nem, én nem ellenek. Jobbról balra szépen belehajt mindenki. Fölborultak főnök, baj van, pitelesen. Hogy borult meg? Megdobta a rendőr. Na jó. Na jó, megdobta a rendőr csorcsot. Na, a rendőr csak nem bírom kirúgni. Na gyerünk. Aztán. Menjél már! Nem, Ricardo, te szemétláda. Na! Ricardo, te van a semmit! Dobtam az balra. Ricardo, az a baszád! Ricardo, balra! Elütött a rendőr. Nagyon jó, következő! Ja, szuprást, dobd meg a szuprást. Ú, de jók vagytok. Úr Ricardo, ne vagy sedálva, fiatal. Ott tolni váltok el. Jó, van semmi baj, Ricardo. Kidobtad egyik rendőr a kerekét valakinek? Jól hallottam? Nem. Igen. Ja! Ez normális az ilyen vajon? Kicsoda? Hát csaj. Hát ez a... bejött az motor. Melyik? Adás! Itt áll ez az úrta. Ez a vörös hajú itt. Bocsánat, jó a szemem. Nem jó a szeme. Nem jó. Most már jó a múlt. Tankolj egy gyorsan. Merek tankolni. Óvatosan! Miért szembesávba közlekedik a múlt? Jó van, nyugodj meg, Grifo, nem kell a balhé. Nyugodt vagyok. Nyugodj már meg, jó Isten meg! Ne vicceskedjen senki a benzinkúton. Én nem mennem, hogy a szerelőhöz már van egy lyukos kereké. Grifo, csak látszos. Megnézi a benzinkúton, nekem nem is kell tankolni, úgyhogy én nem megyek innen a faszomba. Nyugi, látszos a csaj. Akkor mindent érte. Honnan tankolok? Hát onnan, nem? Chat! Ez a resi óta én... Ez a resi óta én elvettem a képet és megcsináltam, hogy meg kellett, vagy az előző resinél volt? Kérdés, ez most volt? Meg? Nem vagy meg? Előző... Várjátok, most meg kell nézni. Meg kellett volna kérdeznem az eddig roma ismerős. Már nem, megvan ez a resi óta is, Jogi, megvan. Van, na induljunk, 11 kilométeres túrára vagyunk Paletó irányába! Mi? Haló! Csak? Haló! Tudod, hol vagy minket? Tudom. Paletó serifségen, Tali, motorra! Jó, megyek oda, jó. Gyertek! Epikus elindulás fő. Na, most az a baj, rosszul volt beállva az. Még menőn néz ki amúgy, főleg ennyien. Aztán a reptéren, vagyis hát nem is a reptéren igazából, de arrafelé megyünk, majd ott megállunk egy kicsit. Mert ott van elég nagy hely nekünk, és remélhetőleg nincs semmi, ami felrobbanjon. Ilyen, mondom mindjárt mennyiket, ilyen 85-ös tempóval mehetünk itt városba. De megcsináltam se. Megnéztem, megcsináltam. Yeah.
Nyugi chat, mindennek fogtok tudni. Mentős, vigyázz! Balos, bal kanyar következik, bal kanyar, hölgyeim és uraim! Taxi, vigyázz! Jaj, bowling! Júj! Cipőzd meg! Várd meg! De szépen mosolyogt a chat. Ma is gyönyörűek vagytok, amíg nem mondtam volna. Hello Eddie, mi történt? Tehát egy óráig kifagyott a szerver, aztán kb. 40 perce meg vonulgatunk a városon keresztül, mert hát valakinek az utolsó motorozása. Ez a mai. De csatlakozott hozzánk egy karakara. Balra, nem egy autópálya, gyertek. Autópályában nyomatunk egy 120-at annyira, még a trafik kap el talán. A faszt, az jó. Van egy trafik. Jó, hát akkor belefér, na. Nekem már nem. Jó, akkor lelassítunk, akkor a trafi után 120. Jó. Trafi után 120. A gyerekeim is jelentetek. Te maradjatok le nagyon. Baj van. 120 vagy 122? 122. Tök mindegy, nem? Ó, mindegy. Valaki nagyon gyors. Nagyon gyors. Mennyi számlád van? Sok. Mikor rúgdaszkódik? Tárkozzatok fel, srácok, ne álljatok annyira hátul. Jó. Menjetek előre, kicsit nem maradok. Ja, itt a közepe zárkózzon fel. Yes. A három kerek előtti ember. Az első kerek. Ja, icipicit lassítsatok csak. A vége meg nagyon felzárkózhatna, mert nagyon le van maradva az utolsó emberünk, nem tudom ki az. Ez is a vége, a vége iszonyat mód le van maradva. Dehogy is. Nyomjátok neki a végén, nyomjátok. Táguldás. Táguldás. Dembe! Jó. Jó. Ez egy pénzt kérek ám máshol. Ne lök már meg hát. És hol? Az úton. Ez a pénzt adnak, hogy ne csinálj. Én szó szerint. Ez így diga. Ne dobálózzál már, megláttalak. Én ne dobálózva, nem előre figyelsz, és lelöksz már is az úton. Pont ezt akartam mondani. Fejbe lőjjelek, bazd meg! Ügyes volt. De tudsz ezt én. Spéredbe van a motorod. Valaki elszabadult. Gyerekek, valaki le! Valaki lemegy egyszerűen. Mi lemere hajtott? Igen, ott van a parton, de megvannak. Megvannak? Meg egy picit. Aki talán ja, nem. Álljunk meg a hídon, álljunk be újra normális formációba. Rámegyek, elmegyek, megnézem, hogy hol vannak-e. Hol vannak? Itt a híd elején csúsztak le. Jámessel nincs minden rendben. Ki gondolta volna, hogy jöjjön? Kár érte. Kivel? Jámes. James. Ah, de jó. Ott van abban a patakban, mi? Majd szét hordják a halak, menjünk. Álljatok be tovább az izébe inkább. Álljunk be a sorba, majd jámesek, várunk egy mentőt. Ez hogy amúgy történt ez meg amúgy? Hogy igen, sikerült, igen, én is ezt akarok kérdezni. Hogy történik meg ilyen? Nem tudom. Balfaszolva ez a tavasz. Volt. Á, oh, Getsz, nagyon ideg! Á, de ideg! Nagyon elég ideg! Á, lefogy a lábúj körbem, Getsz! Így mentünk mögötte, aztán így mind a ketten elkezdtünk menni oldalra, de így 90 fokba. Te lerántottad, vagy mi? Nem tudsz vezetni, tudom. Én az köcsög. Hát ő volt a rondon. Kinek mondod? Én, na. Alexnek. Az igen. Egy csúnyán beszélsz vele. Búcsú már megint? Ja, most nem olyan búcsú. Csak valakit búcsúztatunk. Nem a fraki. Jöttünk. Le. Nem magyarázz, hogy nem tudsz vezetni. És kész, hogy van oldal. És akkor ő leesett a motorra. Elbúcsúzunk valakitől. Ja, frakcióban van. Ennyire egyszerű. De köcsög! Támadj fel! Támadj fel! Nem kéne kihúzni a vízből? Hát, ne, inkább.
ami szerintem épp, hogy sikerül a mentősnek. Plusz Doni! Halló! George vagyok, tudod, a Benny's-től? Jaja, vágom, vágom! Mi lett a vége? Hát jelenleg az, hogy valaki meg van halva a vízbe. Ó, ez ja, nem a fel... Ja, baszki, nem te béreltél fel gyilkosságra, ugye? Én nem. Ja, baszki, tényleg az nem te voltál. Ja, te a Benny's vagy. Ja, hát... nem beszélgettünk még róla. Jó, akkor majd mai napon vissza tudsz jelezni? Ja, csak majd meg kell beszélnem a kocsma főnökkel is. Jó, hello. Hello. Baszki, rossz telefonszámra mondtam be a gyilkosos szöveget. Hoppá. Hívtál mentőt? Hát, most ugye nem tőlem várod el, baszd meg, hogy hívjak mentőt? Nem tudom, meg telefonáltam. Szükség van mentősre! Akkor most már hívsz? Most már hívtam, igen. Hát itt ültök két percet tovább több ide, mint én, azt nem tudok mentőt? Mi azt mondjátok, hogy James csak így feltámad majd magától? Igen. Mindjárt mehetünk tovább, csak Alex elfelejtett mentőt hívni. Most hívtuk ki. Ez volt a búcsú, igen. Traplex székája. Persze, mehet is. Na most, hogy elbúcsúztunk James-től, mehet tovább a kör? Nem kell értem el. Mehetünk bankra. Persze, mehet is. Még várunk egy kicsit ezek szerint. Hát ez nem a mi napunk megint csak, ugye? Tehát nincsen motorozás, hogy benne halna meg valaki, szóval nem is vártam többet igazából, hogy őszinte legyek. Hát mondjuk, nem vagyok túl boldog. Őszinte még veletek, nem kifejezetten. Várunk 48, várunk 50-ig, aztán elmegyünk James of Frankbourne-re, hát. Belefért. Mert ez csúnya volt. Lőnek segítség. Hívásokra csak kijönnek, hát reméljük. Micsoda? Lőnek. Megjöttek. Hol lőnek? Én lőttem arra, aki dobál. Üdvözlet! Hát... Baleset! Baleset? Jó, előttan. Igen. Hát ha 26-an motorozunk, az nem igen. Tud baleset nélkül sajna végződni. Hát igen, maradt egy a vízbe. Ja. Nem azt akartuk megmozdítani, de a feje az kint van a vízből, arra biztosítottuk. Jó. Istenem. Levegőt elvileg kapt. Jó. És van szépen. Kicsit kijebb viszem, aha. A csípvénél sérült meg, hogy így le is tesz. Ne nézzünk csak. Jó. Nem nagyon lélegzik. Gyerünk, James, menni fog! És mi történt itt? Lejött itt az út? Mentős meg fornájtak a hídon. Nem tudják? Ajjajjaj. Nem ilyen lesodorta a hó, ugye? Nagyon csúszott az út, aztán a kanyarba leesett. Hát ez nem a motor, nem az a nagy éppen motoros időjárás van, nem? Hát igen, csak búcsúztatunk egy tagot, aztán el akartunk menni utolsó motorozásra. Ja. Aztán két búcsúztatás, de nem. Hall engem, uram, itt a mentőszolgálat. Igen. Na jöjjön. Hát örülök, hogy nem kettőt ilyen. Hát igen. Szomorú lett volna azért. No. Félek, hogy itt a mikrofon fejű úr volt, a gyilkos, ahogy hallottam. No. Hát nem ez meg. Ez nem gyilkos. Hát... Nem baj. Lelökte. Gyilkossági kísérlet. Kísérlet volt, igen. Jó, hát akkor majd megvernek otthon. Na. Hát ezt majd a rendőrségen akkor be lehet. Persze, valószínűleg, valószínűleg. Jó, uram. Érem. Csücsüljön csak, el van valamilyen végtag fájdalma? Nincs rá bizonyítás. Hát igen.
Jobb karom. Igen, láttam. Jó, akkor viszont megyünk be a kórházba, itt helyszín nem tudunk ilyen nagy hóban ellátni. Oh! Szóval rendellel segítünk, jó? Egy, kettő, három. Hát akkor James, folytatjuk nélküled az utat. Jó, jó. Jöjjön, és akkor bemegyünk. Úgy is, ahogy látom, ott lesz, elment. Megyünk tovább. James beviszik a kórházba. Na. Túlélted, de muszáj bevinniük, úgyhogy már folytatódhat az út, várjuk meg minket, aztán nagy menjen. Mi is megyünk fel a motorra. Felszok, várjuk meg Donéjékat. Várjuk meg őket. Csásárki, cső mindenki, és elszak imbassi a csetre. Sziasztok, sziasztok, sziasztok. Nem annyira folyók vagyékony ez a mai nap, de hát vannak, mindenhova becsúsznak hibák, ugye? Mindenhova becsúsznak hibák. Mikor lesz a bomb? A 9-szer benni elvileg papíron. Jó. Mert a 120 továbbra is. Lehetne hamarabb? És mi az meglátjuk benni, meglátjuk. Paletto. Sheriffség. Hát igazából Paletton keresztül, hát hogyha már csatlakozott az M4 Damien, akkor nem én zserépség, de Paletton keresztül jó. Átmegyünk. Kicsim, persze. Benny, hát csak így hívjuk egymást. Hallod Benny, neked is küldte Geni Mester a számlát, ugye? Ugye Geni Mester úgy mondta, közös behajtónk. Neked is küldte a számlát, hogy mennyit kell utalnod neki, hogyha nem akarod, nem akarjuk, hogy megverjen minket? Gondolom, neked is küldte, nem? Mindenki egyedi jobb. Így van. Köszi. De amúgy igen, én is így vagyok vele, Benny. De aztán leakultam, hogy 120 ezer elvileg. Kicsit zárkozzon fel a sor. Jaj, akkor be meg vagyunk amúgy. Kicsit a vége le van talán maradva. Na, mi meg vagyunk, én vagyok a végén. De vagy ez, aki most itt elmegy mellette, ezt te vagy? Igen. Na jó. Vigyázz, mentős! Megy. Aha, ez mit jelent? Mentős, vigyázz. Igen, igen, annyit hallottam, hogy igen, én is. De azt tudtam, hogy bajt jelent. Igen. Menjünk tovább Paletóba az autópályán. Egészen le oda, a régen volt a tanya, tudjátok? És van ott egy reptér, oda fog menni. Vigyázzatok autó. Ez még egy ilyen Drift King. Itt lehet csak autó lesz, hogy figyeljünk oda. Próbálj meg egy sávot tartani. Egyesével is jó. Jaj, a libasorba is. Mert az a baj, többen nem tudjuk, mi az a libasor. Már mondjuk igen, James Sears nem tudja például, és korázzal, úgyhogy... Uha! Uha, sorsó! Nyugi, nyugi, meg vagyok. Akkor megyek hátul. Igen, igen, lehet jó. Mi történt? Magától elesett. Rifó. Nála is megborult. Mindegy, hogy felzárkózol, Rifó? Aha, visszaváltottam a kettesbe. Szép munka. Nagyon jó vagy. Lehetett. Miért nem szó? Lehet át. Főnök! Veszi a sebességet. Igen? Baj van! Mi az? Mi a baj? Előre mész. Hát azért, mert nézem a sort. Olyan furcsán. Az mit jelent? Ugrálva? Akatva! Jó, leszállok a motorra, ugrok egyet. Parádi. Jó, itt vagyunk a reptér. Nehogy vagy ott. Ha. Majd parkoljunk be ott olyan szépen, jó? Kisebb voice crack, ugye? Kisebb voice crack, nem baj, chat. Mondjuk most nem a hangom is alig van, szóval igazából lényegtelen. De szépen most csak Smikey. Igen, és most fog eljönni a nagy pillanat, chat. Vigyázz, jó, a kettőre.
Most fog jönni a nagy pillanat, amikor nagyon fognak gyakorni. Nagyon pepek ezek lesz. Jobbra fönt autó, vigyázzatok. Előttünk is. Mentek szedni biztos a szarjuk. Jaj, ezek izébe voltak. Menjünk el jobbra. A szarjuk, hogy ők jönnek. Or. Oda találunk a reptérhez? Ja. Kint álljunk meg? Jajjaj, hagyjunk meg! Jaj, ne menjél be a hangárba, ne menjél be a hangárba! Kint. Jól vagy? Lehetőleg valami nem robbanó hordó mellett. Ja, mondjuk ott a végén lesz a long, a szökéletes. Gyertek ide, középre beálltatok. Oh, egy repcsi. Ez jó repülő. Ja. Nyilvánvalóan gondolhatjátok, hogy nem véletlen van itt ez a repülő, meg nem véletlen motoroszunk egy ilyen nagyot, csak úgy random. Pedig jó van. Hát akkor lehet, hogy meg többször is meg kell ejteni. Hát egy dolog van itt, de inkább át is adom a szót itt. Szerintem. Nekem? Nem. Ja, jó. Tudja, hogy kinek. Szerintem nekem szerette volna átadni a szót. Most hát először is elnyomom itt a cigit, azért kicsit tiszteletre lenne. Hát igen, minden jótok felé. Kínáltál meg főleg. Nem tudom, hogy hol kezdjem igazából. Köszönetet szeretnék nektek mondani minden jótoknak. Lehet, hogy még egy pár ember így mostanság annyira nem lettem jóba, de azért itt egy pár ember van, akivel így elég jóba lettem itt az idő során. És nem is szeretném túlhúzni a szót, de tényleg nagy köszönettel tartozok nektek, hogy nagyon sok boldog pillanatot okoztatok nekem, de amint látjátok, hogy sajnos a repülőgépem az megérkezett, és el kell hagynom az országot. Na, bazd meg. Úgyhogy köszönök szépen mindennek, te tényleg. Hát mi köszönjük? A szívemben nőttetek is, és örökké emlékezni fogok minden pillanatotokra. Hiányosni fogsz. Most itt hagysz minket ilyen George-val, meg James-el, meg ilyen. Meg ilyen csokival. Megbukassál. Hát én is egy kicsit felszólaljak. Hát nyilvánvalóan itt már egy kis családdal nőttük ki magunkat, főleg nyilvánvalóan itt annyira régóta ismerik egymást, meg töltöttünk annyi időt együtt, annyi problémát vészeltünk át közösen, és annyi akadályt léptünk át, és hát soha nem ijedtél meg, te se semmit a kapci. Én mindig ott voltál, mint a jobb kezem, és a klub nevében, illetve a saját nevemben is hát megköszönöm neked, hogy itt voltál velünk, amennyi időt itt voltál, és hát azt szerintem biztosra vehetett, hogyha esetleg valaha visszajössz a városba, akkor az adósaid leszünk. Bármikor szívesen látunk, bárhol. Ez teljesen kölcsönös, és hát azért nagyon bízom benne, hogy azért SMS-en keresztül még tudunk beszélni egymással. Hát azért ez tényleg nem úgy van, az ember egyről a kettőre elfelejti itt a dolgokat. Rifó, te milyen gondolatokat osztanál meg? Nincsenek neki most. Hát... Igen, kicsit elérzékenyültem itt a háttérbe vonulva. Köszönjük mindent. Szerintem ezzel mindent elmondok. Bárki? Más? Szeretne még kapcióhoz szólni? Várunk vissza. Az biztos. És tényleg köszönjük azt, hogy mindig itt voltál nekünk. Segítettél kinevelni itt. Hát mindenkit, aki itt van gyakorlatilag. Van akit jól, ugye? Van akit rosszul, mint Csoki, ugye? Csoki. Na, hát... De a lényeg, hogy tényleg mindannyian eléggé nagy helyet őrzünk a szívünkben, neked gyakorlatilag, meg nyilván a klub is.
Köszönjük a cipőt. Küldtök egy kormányzatot, hol vagytok, hogy megyek oda? Én is köszönök mindent, hogy látom. Nem tudom, van-e sofőr a repülőhöz, foglaltál nekem sofőrt? Nem tudod vezetni? Nem. Akkor lehet, itt kell maradnom. Elviszlek én. Jó, majd gyere vissza vele, Jordi. Nem, nem, megpróbálok vele elmenni. Amúgy ne, nem maradsz itt inkább? Igen, igen. Nem tudom, lehet, itt maradok akkor. Na ez a beszéd. Hát ne, gyors volt. Csak egy szar repül. Egy C4 rárakonyom. Álljunk fel egy sorba, álljunk fel egy sorba. Remélj, szebb, hát szebb akkor... sorba, szebb sorba. Tényleg, köszönök mindent nektek, aztán legyetek jók a városban. Mindent ugyanígy, ahogy idáig, mert még mindig ti vagytok a legjobbak. Még ha néha vannak ilyen kellemetlenségek, hogy robban a kút, valaki megdobja a hógolyóval, valaki elesik motorra, de itt még tényleg mindig az van, hogy az a csapat, az nem lesz még egy olyan, mint itt volt. Úgyhogy ezt tartson mindig titeket egybe, hogy ez olyan dolog, ami sose fog megváltozni, és az pedig a csapat szellem. Na hát akkor, sziasztok! Jó legyél, Kapszi! Hiányozni fogsz, Kapszi! Hiányozni fogsz, Kapszi! Hiányozni fogsz, Kapszi! Legyél jó! Akkor nem viszel el, George? Hát igen, nem. Megyek. Ó, baszi. Ne odaálljatok, akkor nem tudna kimenni vele. Gyertek, álljunk erre! Mondjuk reméltem, hogy valami logikai zár van a repülőzőjel. Kár, hogy nem volt. Na, erről lemaradtam. Ja. Oh, yes. Oh, my vidék, baby. Jesus, bam. Nem csinálom. Ilyen. Egyik szemem sír, a másik mosolyog. Ezt még utána kellett volna. Így kell mondani, nem? Egyik szemem sír, a másik örül. Így kell mondani, nem? Tudjuk az ég kapcsit. Topáljuk. Nevet? Nevet. Másik nevet. Hát azt se tudja, nem vagyok jó a közmondásokban, csak hogy mi ez. Még így is óvulózok. Egyik szám sír a másik nevet, így van. Hát srácok. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindannyian fel fogtok fázni. Csoki. Te kretén. Csoki. Na jó, már nem. A kemény repülőre téged ültetünk fel. Jó. Ha akarod, ha nem. Így van. Éj, én szerettem Kapszit. Kis unokámból. Ő is. Hát mert mindenki is. Az a makom gyümölcseiben. Hiányozni fog Kapszit, hiányozni fog. Az egyik szemem sír a másik nevet, mert tudom jól, hogy az új városban, ahol megérkezik, új lehetőségek várnak rá is. Több lehetőség. Itt már kihasználta az összeset. De azért nagyon fog hiányozni. Túl sokat hozzátett neki csapatunkhoz. Ez az. Majdnem olyan, mintha én mentem volna. Jó, ez nagy képű volt. Ki az, aki le akarja lőni Csokit? Hey, ne zárjunk ilyen szomorúan. Még szomorúan ez. Nincs még egy repülő? Elég lett. Dobáljuk be. Hey, így nem szabad. Így nem Csoki szabad játszani a barátunkat. Mindenki Csoki ellen! Ó, oh, bocs! Kettő csúcsú, halhatatlan vagyok.
Jaj, elmondom, srácok, miért mentek apci. De motorra... Jossit elmondom. A motorra fellassasz, indulhatunk lassan, én úgy vagyok vele. Szóval! Kapci azért távozott, mert ilyen Kapci amúgy konkrétan január vége óta a göreinkben volt. Nyilván az EC nem mondhattam, mert azóta cégeztünk, hogy adszor. De lényeg a lényeg, Kapci gyakorlatilag január óta benne volt a társaságunkba. Nyilván már ez nem is fog változni, szóval benne is marad a társaságunkba. De viszont hát az a szituáció állt elő, hogy nyilván van ez az idő alatt nagyon sokat RP-zett velünk, mi is nagyon sokat RP-ztünk vele. De egyszerűen ő is úgy érezte, hogy hát kiunt az RP-ből, meg úgymond kinőtt az RP-ből, hogy már nem tud mit adni a csapatnak. Mindenki a motoron ül? Hát gyakorlatilag nem akar tovább RP-zni, szóval nem is fog egyáltalán RP-zni, úgyhogy ezért úgy gondolta, hogy leszeretné adni a leaderséget, illetve a frakció tagságot. Nyilvánvalóan nekünk ez nagyon rosszul esett, de hát én kicsit számítottam rá, mert tudtam jól, hogy már nem érzi úgy magát, ahogy kéne. De te függetlenül mindenkit is megrázott konkrétan. Úgyhogy a... Tépsz a kolort. Hát igen, gyakorlatilag látta a kolort. Oh, megyünk! Nem várjuk meg, amíg visszajön. Nem várjuk meg Diablo? Na visszajön szerintetek? Igen, igen, jövök. Másik gépbe átszállt már a főnök. Ja, igen? Igen, igen. Örökre elment. Biztos? Biztos. Tuti? Na, hogy nekem visszajöjjön itt. Fasza vagy. Csak ki lehet volna lőni, te fasz. Úristen. Persze, azért mi is azért, srácok, ez... Oké, ez egy játék, meg ilyenek, de you know, tehát azért mégis kialakult mindenki között egy barátízű, meg tényleg mi a frakiba azért már minden nap beszélgetünk, nem csak RP-zünk, tehát tényleg egy olyan közösség kialakult, ami nem csak arról szól, hogy közösen RP-zünk, hanem... Nem vagy leszedni a motorosokat, azaz. Ó, ez lehet nem jó. Faj, nincs kereke. Gyúcik! Vigyázz! Ide geccik, takarodj már! Mert is itt a falka lehet meg a szívszem kap. Hát jó, van máma két ember lesz. Ezt már nem bírom látni. Köszönjük, Georgia, részvétel. Tős volt. Jágyad itt. Nem azt mondom, hogy meg nem nevezett, hogy ő a legjobb sofőrünk? Hát volt. De visszajön. Volt a legjobb sofőrünk. Nem volt jobb. Hát, hogy azért nem volt kereke, mert nem volt kiengedve. Nem engedve ki a kerekeit. De kiszállt a robbanás előtt, nem? Valaki megbabrálta. Hát ez nem egy akciófilm, úgyhogy benn van az autó alatt valaki! Pedig már meg volt állva. Az ő. De már kiszállt, akkor... felrobbant a faszba. Basz meg. Jó, hát akkor úgy érzem, megyünk. Ő is erre tűz, csak máshogy. Na menjünk vissza a kocsmához, mert már nem tudnak nélkülözni minket, gyertek! Százöt mehet! Hogy ne lenne valami te, hogy ne lenne valami RP-be, mindjárt mondom micsoda. Elvileg meg kell ölnünk ezt a Dimitrit! Megjöttek a rendőr! Gyakorlatilag nem tudom. Úgyhogy mindjárt visszaérünk az izéhez. Bocs, már azaz telefonálok párad! Elmehetett volna Georgia repülni. Hát mondjuk akkor nem jött volna vissza. Mondjuk szerintem csokival fél óra és hamarabb kap agyvérzést. Elég ott 20 perc is. Meg Kai, majd beszéljünk, mert a rendőröd nagyon keres. Jó, jó. Új líder lesz. Bekult! Szíriában vagyunk, vigyázzatok! Jó, nem mi voltunk. Új líder lesz, hát most nekem... Majd elmagyarázom, hogy működik most a frakció. Gyerekáll, gyere! Gyerekáll, gyere! Gyerekáll, gyere! Gyere, 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 gyere! Hogy is van az a gyere, Gábor? Én viszont megyek holnap talán. Én is megyek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
Itt vagyok fenn a dombon. Benzinkúttal nem messze. Úgy látom, valaki más is belerobbant ebbe a kútba, egy hat szaratta. A motorokat... Így igaz, így igaz, így motorokat igaz. Tegyétek be, miatt elmentek amúgy, köszi. Csak ez nem is egy valaki, nem három ember volt a hat szaratta. Ne az ajtóba álljatok. Na. Na, mondjad. Hogy mi, hát, mi a helyzet most ezzel a Drakóval? Igazából annyi, hogy elvitték és megfenyegették valami nem tudom milyen fegyverekkel. Mi a Dimitri? Ja. Ja, azt most fogjuk megölni, ha elvágódik a problémája elvileg. Ja, hát igazából ennyi, aztán más dolgokat elnézték neki elvileg. Hogy hol tudom. Itt akar dumálni valamiről, mindjárt felhívom. Nem bírok a szőtélni, ugye? Szevasz. Jó van, jó van. Elvonom. Vedd fel! Bazd meg. Mi ez a cím? Kapcitól búcsúztunk. Ha keresd bárki, elugrak a PD-re gyors! Na jó van. Tudom, kit kell hívni. Ezek őt. A hívott szám jelenleg nem... NEEE! Nem motorral megyek. A motoros banda, hogy miért mész mindig kocsival? Hát, mondjuk nézd meg a havat. És látod a havat? Motornak ilyen 90%-os halálos aránya van. Tehát amikor nem volt hó, nem motorozt, vagy nem autóztunk. Most, hogy van hó, autózunk. Ennyire egyszerű. De amúgy még mindig autó, most így hóban mindig autóval járunk, ez jó, de hát most nem akarok meghalni. Nem túl biztonságos. Rejtett Insta promó? Igen! Google Súrján Gergő, gyertek nézzetek meg az Instagramomra! Szóval amúgy elmondom nektek most, hogy épül fel a fraki. Mindjárt pillanat. Márdon ödödárom! Köszi a szabot! Üdvözlet! Köszi a szabad, Marci! A 18. órapon! Szaja, ugye Ipsu kilépett, Marci kilépett, vagy Marci, Kapci kilépett, majdnem most összekeveredtem itt az időben. Soma hív, nagyon jó! Halló, Somci! Rossz telefon csengő hang volt. Igen? Azek, hallod? Nem hívott még a főnököm? Nem is fog, mert nincsen, senki nem jött. Senki? Nem. Még a Dimitri nem tud meghalni ma? Hát. Mert mi? 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 Dimitri meg kell halnia, nem? Jött, nem jött a szavatni, nem mit tudom én. De nem jött senki, nem tudom. Nem jött a főnököm? Nem tudom, nem volt semmi, nem vágom. Mi a fasz? Az nem jó. Ajaj. Akkor mindegy. De akkor nincs semmi? Nem. Téged még mindig meg akarnak ölni? Nem tudom, lehet. Jó, akkor jó halált, ugye? Akkor jó. Halló. Halló. Valami nem oké. Mekkora zene. Szóval, úgy el össze a fraki, hogy Daló vezeti a legált, Daló intézi a legális embereket. Én vezetem az illegált, és nekem vannak kis főnökeim gyakorlatilag, akik hogyha nem vagyok, akkor vezetik az illegált. Mi jelenleg úgy áll föl, hogy ugye eddig Kapci volt úgymond a jobb kezem, most ott a jobb kezem. Van még egy kis főnököm jelenleg, aki ugye atya, Szina,
Plusz még akarok még egyet. Akit már tudom ki lesz. Ja. Még nem, a többiek még nem mondtam el. Tomi! Köszi a 16. hónapot! Köszi szépen a támadást! Fél éve... Nem csoki! Semmiképpen sem csoki! Falkalán, nem csoki, nem! Nem csoki! Nem! Smooth az kocsma vezető, srácok! Smooth legál a leader! Smooth is vezető... Nem csoki, nem lehet srácok! Csoki nem lehet komolyan venni! És csoki nem is akar az lenni! Traplex meg lopja a froggy pénzt! Get off lesz amúgy, ja, valószínűleg őt szeretném. Mi? Hát Traplex hívetti a 600-ret múltkor és ezt elbuktad. Hisz, hogy mi? Bukod itt a pénzt? És? Hisz, hogy és? Az nyári emlék? Ja, bocsánat! Ez csak azért csináltad, mert nyár volt. Ipszó is miattad lépett le, ebben biztos vagyok. Hallod, Kalács? Te nem Kalács vagy. Nem a pénzért játszunk? Hát attól még nem a pénzért játszunk, tehát a frakinak valamiből életbe kell maradnia. És a 600 000-eket kaszinózunk el, úgyhogy van egy milliónk, az nem tud életbe maradni ez a fraki. Elmondanám nektek ezt a sztorit, Traplexnek a gamblinges sztoriát. Suri éppen Angliából költözött Magyarországra, hagyott 1,2 milliót a Billy's gangbe, ugye? Bocsánat, ja, valami 1,2 millió, 1,2 millió, ja. Jó, Traplex nyert 400 000-et kaszinón. Jó, ez így lett 1,2 millió. Szóval, ezután Suri elköltözik 2 hétig nincs gépnél. Ennyit mondta utoljára, srácok, mire visszajövök, szeretnék 2 milliót látni a fraki kasszába. Visszajöttem és volt benne 400 000. Szép napot. Segíthetünk? Hol persze, jön? Főleg maga. Mondja csak uram. Jöjjön. Mi lesz most a tegnap beszélt dolgokkal? Az a helyzet, hogy nincs a városban az úr. Baszki, pedig most nagyon ölnék. Hát holnap? Van egy tervünk az egészre, viszont beavadnak? Nincs a város. Szerintem egyébként be. Felhívja Somát, megcsörget, hogy jön a PD-re. Szóval a kés rádion. Hallod Soma, gyere PD-re, mert Brian itt megkésel. Igen. Persze. Itt vagyunk hátul, a fegyvertárnál vagy minél. Nem látom. Igen. Persze, ja. Gyere. Miért búcsúja? Csak egy ember búcsúztatunk. Basszak, csak beszélnünk kell a tervről holnapra. Ja, jó. Hát mondd ezt, basszak. Hát jó, de próbálok rejtve beszélni. Tudom, jó, ilyen. Rendben, csak most szólt, hogy azért... Kiabált velem a telefonon. Üdv. Bocsánat, anyukám már beszéltem. Majd Brian utána bírunk dumálni. Micsoda? Utána bírunk dumálni, kaptam infót. Kapszit búcsúztatok elő. Hát gyakorlatilag egy lédere volt a frakciónak. Majd nemzetinél megbeszéltem. Egy alapító. Megyek. Jó. Röviden annyi, hogy azok alapján, ami tanúvállomást ön adott, illetve Kalács kitálalt mindenről, részletes tanúvallomást írt. Arra is, hogy Drakót megfenyegették ezért fegyverekkel? Mindenről, konkrétan. Akkor nagyon jó. Menjünk tetőre. Jó. Hova ment? Abadja az RP-t kapci most egy ideig. Jó, lehet Traplex, hogy 500-600, tehát benne van. Az majdnem 400, ha belegondolsz. Meg itt is suttogjuk már, itt is vég vagyok. Suttogok. Igen? Na, hát nem tudom. Én itt voltam. És erősen álltam a PD előtt. Igen? És ennyi. Sem történt semmi. Ez a terv? Hogy itt hát... állsz erősen a PD előtt? Hát most mit csinálják? Ő a csali. Azt mondták jönnek, nem? Ja, hogy te vagy a csali.
És hát, jönnek valakik, érted? Hát, ja. Ja, hallottam valami M4-es tudsz fegyveres arcokról, azok jönnek, ja, érted? Ja, nekem is mondták, ja. Hát én nem tudom, hogy SWAT, mit tudom, kicsodák. SWAT-osok jönnek, érted? Hát te vagy, ja, a rendőr, nem? Hát igen. De hát most persze, hogy nem mondom, Traplex. És az egész állománynak kimondva, amennyiben Dimitri a városba érkezik, azonnal le kell tartóztatni, elfogató parancs van vele szembe, azonnal le kell tartóztatni. Na majd segítek neki elbújni akkor. Ajaj. De Tony, önnek az a jó, nemzeti bezárjuk életfogytiglan. Persze, hát úgy érted, hogy segítek elbújni, hogy meg kiadom maguknak egyből. Nagyon helyes. Jó, nyilván. Beadom neki, hogy most jól elbújtatom, meg én leszek a legjobb barátja, aki megvédi, cserébe megtartja a titkom. Aztán lehet, hogy mégse. Jaj. Hát nem tudom, ha tudod, hát te is tudod, kicsoda. Persze, vágom a főnök, a nagyfőnök. A nagyfőnök az téged hívott, mert engem nem hívott. Nem hívott ez a köcsög. Elvileg izé, ma nem jön a városba, vagyis hát nincs a városban, mert hát valami izé bombázó repülővel jött, ezt véletlen ráugrott egy bombára, úgyhogy most egy óráig kórházban van még. Na, még egy óráig elje. Hát lehet 24 óra, lehet, hogy csak nem tudok olvasni. De holnap lesz elvileg a nagyfőnök. Igen. Persze, a mester. De, hát attól függetlenül még baszhatjuk, ha nem jönnek ide. Hát végülis Dimitrit el kell kapni, csak lesz a városban holnapig, nem? Hát... Vagy önfélés és nem jön? Többet? Én nem tudom. Önnek az is jó, nem tudni? Hát az is jó, de... De csak egyszer beállít. Szívesebben megölném. Egy jó, egy hónap múlva beállít, nem? Persze, mondjuk. Ja, de a nagyfőnöknek nagyon Dimitrire fáj a foga, azt most megmondom. Igen. Igen, igen. Hát nem tudom, mi legyen. Holnap találkozok vele, de már nem láttam egy hónapja legalább. Mióta hát nem sikerült egy akció, azóta nem merek szemébe nézni, ne ugye? Hát baj legyen. Hogy is mondjam, nem túl meggondolatos, elég meggondolatlan dolgokat csinál, akarom mondani. Értem, és a szfotosokkal azokkal mindegy, akik ide jönnek, hát ők ugyanúgy bűnrészesek, nem? Persze, mennek a börtönbe, nem? Hát és elrágják a rácsokat. Ilyeneket is tudnak? Hát hogyne, hát szerinted szikláig is széttépték ott bent a rácsokat. Megfontolt, igen. Hát akkor valami olyan ilyen gumiszobába kell rakni őket. Gumiszobába? Persze. Vagy? Vagy. Beszélhetnénk még négy szem közt egy kicsit Somával, Brian, megyek, köszi. Melyek, hol vannak Tomiék, Soma? Mondjad? Tomiék. Ja, oké, okay, melyek. Én nem tudom, hogy mikor tök easy. Csak mondtam valamit. Na? Hallod? Akkor Viktóriának nincs baja, ugye? Nincs, nem bántotta a nagy főnök? Nem. De csak azért, hogy teljesítettél mindent, amit kért, nem? Hát... Mondjuk azt nem minden, hogy belefoglalta a tervébe, hogy mondj, adj ki engem, mert... Hát lehet, hogy amiatt elég ideges lesz és fejbe akar majd lőni téged. Hát beszéltem róla, beszélted, de mondta, hogy ez most ez benne volt. Mi az, hogy benne van? Hát, és ez ilyen volt. Én lebukok, baszd meg! Azért nem érdekli, majd holnap elmondom neki a magamét. Igen? Hát, azt hiszem, igen. Hát igen, csak hogy mondta, hogy... Elég meggondolhat döntéseket csinálsz, nehogy random lelőjön, ugye? De akkor Viktóriát még nem bántotta, ugye? Nem. Jó. Még a kocsma se égett le, szóval. Nem égett még le? Nem, még nem. Hát és nagy felújítás után kár is lenne. Hát nagyon rossz lenne. Még a karácsony most fog bekerülni, aztán nehogy az előtt leégesse ez a köcsög. És folyamatosan telefonszámot vált konkrét, de meg se lehet találni. Igen. Persze. Hát ilyen nagy eldobható telefonokkal tolja biztos mindig. Biztos, hogy látszik, nem amatőr. Ebben a szituban csak én nem értek semmit, majd holnap megértesz mindent. Jó, van, én is lépek akkor. Hát jó, rendben, nem tudom. Jaaa! Hoppa, vicceltem. Victoria Soma barátnője, IC ugye chat. Elvileg én ugye úgy tudom. Srácok, holnap vagy holnap után megtudjátok ki a nagyfőnek, de ez Húszatom is... Adtak. Ez még egy szál konkrétan. Egy új szál. Nincs itt, opá. Rezős, szépen. Új, jövök én is, Elizzi! Honnan tudod? Ha kiugorhatok át úrról, az nagyon menő lenne. Van önnél egy ternyő? Hát nincs, de tudja, van ez a kötél. Van egy nagyfőnök srác, aki mozgatja a szálakat. Kötél. Ennyit mondok egyelőre.
Hát van kötél a rendőr, igen, amit le lehet csúszni, igen. Yeah, és ezt holnap meg fogjátok tudni, mindent meg fogtok tudni róla, hogy ki az, mit csinált, hogy alakult, akkor azt még egyszer. Aki a nagy főnök, még persze. Még egyszer, nem látni. Ja, tudom. Ja, jó van akkor. Ja, most bevásárlás? Sodi. És valakinek $1 véletlen? De van! Uff. Ezt nagyon elfogadnám. Mi a kedvenc számod? 337. Igen, itt vagyok. Köszönöm. Az lehetséges? Mi, ott az enyém, használd azt. Megyek mindjárt. Valaki visszautalta az $1 vajon? Megvan ki az imteszedre. Nem baj. Hogy ugorja ki Harrybel? Benny, itt vagy még? Mehet az emang 8:30-tól. Végre ugorhatok! Felszálltunk elő. Hol vagy Brian? Itt vagyok. Biztos, hogy az úr szeretne jönni? Szerintem hogy a viharban-e? Tényleg nem kéne, jövő évek itt rakjuk, itt majd hagy ereszkedje le, itt az autója a PD parkolóban. Tényleg igen? Itt van. Akkor majd ott. Ha ja. Ereszkedni szeretne, hagy ereszkedje le. Csinált már ilyet párszor az úr, biztos jó benne. Hogy is kell? Ó, megvan. Megfogom a kötelet. Viszlát! Hajrá! Uhú! Uhú! Hopp, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözletem! Elégbe jöttem! Maga jó Isten akkor ezek szerint? Ezek szerint így van. Kevin. Most a csetlitek, akkor eltűnik. Na. Alex, te vagy az? Gyere már! Ja, itt vagyok. BTF. Óha! Jűha! Mióta zárod a kocsikat? Amúgy nem tudom én se. Bocsát. Kitől búcsúztunk el kapcitól? Mert küld a karmának egy hangüzenetet. Csá, Karma! Tudom, hogy ilyen pipás ember vagy már, és valószínűleg ezért nem fogsz visszaírni, mert csak a szabok kellettek. De akkor mehet az önmag 4 perc múlva? Na így jó lesz. Figyeljetek, dodzsolom a határt! Mégse! Amúgy át tudnék menni? Nem elég nagyok a kerekei a kocsinak ehhez. Inkább meg se próbálom. Érdekes. Olyan visszaír? No, tudtam, látjátok, srácok, vissza se ír. Így, hogy pipája van, már nem szükséges számára az, hogy visszaírjon egy ilyen streamernek, mint én, ugye? Tudtam én, hogy Karma is ilyen lesz. Kapcit búcsúztatjuk, chat, kapcit. Miért itt mindenki azt, hogy a frakciót? Szed. Ezt most nagyon élem amúgy a frakciót amúgy, úgyhogy én nem... Most jelenleg annyira élvezem a fallent, meg úgy mindent, ami ezzel kapcsolatos, hogy semmiképp se. Mert akkor szoktunk ennyien lenni. Totyát, mostában mindig 20 pluszan vagyunk. Én nem tudom, hogy ma hogy voltunk 26-an, tehát... Mert a többiek nem is tudták, tehát... Az emberek nagy része amúgy nem tudta, hogy kapci el fog menni, csak amikor kijelentette ugye a tereptéren. Nyilván voltak, akik tudták, mondjuk a csapat fele szerintem. Hallod, atya? Igen. Megcsináljátok azt, amit beszéltünk? Ja, meg lehet csinálni. Megoldjátok amúgy nélkülem is azt? Meg tudjuk nélküled is, persze. Jó. Tehát akkor vázolt fel a többieknek az ötletet, csak nem megyek rádióról, mert ha nem lenne jó, ha hallanák izébe, ugye? Oké. Okay. Insta live-ba. Tehát aki vevőjére, az jobb-e már atyával, hogyha úgyis unatkoztok. Kai, te itt vagy még?
Itt. Hol vagy? Látlak. Segíts már izé atyának ebbe a tervbe, mert az nagy ötlet. Ez tudom, amit leírt még. Még egyszer. Kidobott meg, láttad? Nem. De hogy segítesz atyának abban a tervben, mert amúgy elég jó ötlet, és szerintem nagyon durranhatna, csak nem tudja többiek mennyire vevők lehet, meg úgyis. Persze, persze, megcsináljuk. Fasza, fasza. Melyik inas dobott meg? Nem tudom, de ott hagytatok. Hol? Nem fogom hol? Megbocsájtani. Hol? A reptéren. Igen? Igen. Ott voltam a reptér elején, meg kiugrottam. Letört a kereke. Ja, értem. Tuti, te nem te meg! Emé voltam! Gyoki! Így sorba jöhetne. Na hát van narancslevünk, van itt nekünk hát ilyen finom whisky, meg ilyen kézműves sörünk. Ó, hát a sört ezt kipróbálom, tudna belőle adni öt szívekke? Persze, mindjárt. Jó, izé. Pótolni kell, ha érti a folyadékot, mert teljesen kész vagyok. Két úr. SS-ből jöttek. Már értem, már értem. Hát majd azt hadd tudjam ma, bátyám. Ja, hát én csak azért figyelek. Jól van, csak hülyéskedtem. Értelek én. Mi még motoros van mellett? Na nice. Jó van, csehát, menjünk ömongozni. Vigyázz itt a izével, kompresszorral. Jól van, akkor csináljátok meg azt a atyával, meg Kájjal azt a cuccot. Szép. Kinek van kedve? Jó, 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 én meg lelépek, aztán még jövök este felé. Jó, jó. 10-11 körül. Viszlát. Csá! Hello. BAM!